Történelmi bejelentésre készülődnek a manchesteri városházán. Mindenki lélegzett visszafojtva várja, hogy hivatalosan is megerősítsék a Nagy-Britannia Európai Uniós tagságáról szóló népszavazás eredményét. Az özönvízszerű felhőszakadás ellenére, amely a népszavazás napján elöntötte Londont és Dél-Angliát, rekordszámú választópolgár ment el szavazni. Több mint 70%-os volt a részvétel, ez az arány is mutatja, mennyire megmozgatta a brit társadalmat a kérdés. A választási bizottság elnöke bejelentette, hogy a kilépés pártiak 52-48%-os arányban győztek a bennmaradni akarókkal szemben. Ez a 4%-os különbség több mint 1 millió szavazatot jelentett. Ezzel a britek egyértelműen az unió elhagyása mellett döntöttek. Bejelentését óriási üdvivalgás fogadta. Ennél sokkal visszafogottabb volt a reakció David Cameron beszédére, aki az eredmény hírére azonnal bejelentette lemondását. A brit miniszterelnök végig az uniós tagság mellett kampányolt. A brit emberek világosan a külön út mellett döntöttek, és tiszteletben kell tartani a véleményüket. Ennek végrehajtásához azonban új vezetésre van szüksége az országnak. Az előttünk lévő pár hónapban minden tőlem telhetőt megteszek, de a nemzeti érdek azt diktálja, hogy októbertől valaki más vegye át a kormányodat, mondta feleségével az oldalán. Boris Johnson, David Cameron pártársa és egyben legfőbb riválisa szerint a britek most visszaszerezték önrendelkezésüket. London egykori polgármestere, aki a kilépés mellett kampányolt, a legesélyesebb jelenleg a miniszterelnöki posztra Cameron lemondása után. A piacok már sokkal negatívabban reagáltak a kilépés hírére. A font árfolyama meredeken zuhanni kezdett, és elég gyorsan 31 éves történelmi mélypontot ért el. Az eredmény kihirdetése előtt egy font másfél dollárt ért, utána rövidesen már kevesebbért jegyezték, mint 1 dollár 35 cent. A világ tőzsdéjén óriási a bizonytalanság, hiszen ez az első eset, hogy egy tagállam kilépjen az Európai Unióból, ezért senki nem tudja, mi következik most. A világ egyik vezető hitelminősítője, a Standard & Poor's minden esetre azonnal leminősítette Nagy-Britannia adósbesorolását. A londoni Cityben pánik hangulat uralkodik, a piaci elemzők is tanástalanok a jövőt illetően. A londoni tőzsdéről pár óra alatt legalább 100 milliárd fontot menekítettek ki, vagyis csak nem 40 ezer milliárd forintnyi összeget, ami több, mint az egész éves magyar nemzeti jövedelem. Globális szinten pedig 2 billió dollár, azaz 573 ezer milliárd veszteséget könyvelhettek el a világ tőzsdéi. Drámai a font zuhanása, csak remélhetjük, hogy nem fogja a világgazdaságot és az eurót is magával rántani, mondja egy szakértő. Az Európa Tanács elnöke Donald Tusk sajnálkozását fejezte ki a britek távozása miatt, de egyben hangsúlyozta, hogy tiszteletben tartják döntésüket. Nem titok, hogy mi más végkifejletben bíztunk a tegnapi brit népszavazáson. Világos, mennyire komoly, sőt drámai ez az eredmény, amelynek egyelőre lehetetlen megjósolni a következményeit. Ennek ellenére senkinek nem kell pánikba esnie, az Unió túl fogja élni ezt is, csak ezentúl 27 tagállammal az eddigi 28 helyett. Az Európai Bizottság jövő hétre minden esetre válságtanácskozást hívott össze, hogy megvitassák a brit kiválást további menetrendjét.